Az elmúlt hetekben örülhettek a hazai autósok, mert a kutakon egyre alacsonyabb áron tankolhattak. Szerdán ismét jelentős csökkenés következett, ami azt jelenti, hogy a benzin literje 10 forinttal, a gázolajé pedig mintegy 20 forinttal kerül kevesebbe. A benzin most már itt tartósan a 600 forintos átlagár szint alá kerül, 587 forint az átlagára, a gázolaj átlagára pedig közelít a 600 forinthoz, 606 forintos átlagárakat láthatunk, de az olcsóbb automata benzinkutakon már bőven találunk ötössel kezdődő árkijelzőket is a gázolaj esetében. Ez annak köszönhető, hogy jelentősen csökkent a nemzetközi piacon az olaj ára, egy hét alatt közel 5%-ot. A forint pedig stabilan tartja magát a dollárral szemben, sőt az elmúlt hetekben erősödést is mutatott. Bújdos Eszter elmondta, a világpolitikai események bármikor közbeszólhatnak. Nagyjából egy hónapig volt hatással az olajárára ez az izraeli konfliktus, de ez sem olyan kiugró, mint amikor az orosz-ukrán háború elkezdődött, és akkor hirtelen egyik napról 100 dollárra emelkedett az olajára. Itt ez a nagyon durva kilengés, ez hál' Isten elmaradt, és a visszarendeződés is most gyorsabban megtörtént. Ha nem történik semmi, a héten már további árváltozásra nem kell számítani. A következő időszakban pedig úgy néz ki, hogy az olaj ára a jelenlegi árszinten marad majd. Az autósoknak érdemes résen lenni, mert a különböző benzinkutak árai között jelentős eltéréseket tapasztalhatnak.